Mi már vártuk azt a pillanatot, hogy kiszabadulhassunk, és hogy hozhassuk az állatainkat és a bábjainkat, mert gyakorlatilag el voltak zárva 3 hónapra. És én egyáltalán nem vagyok híve ennek az online színházi vetítésnek, bábszínházi vetítésnek, mert azt gondolom, hogy a színház, mint műfaj, az pont az interakcióról szól. Arról szól, hogy ott, abban a pillanatban élje meg a színész, és élje meg a néző is a történteket, és nem az, hogy egy felvételről, mint egy mozi vetítsük le. Tehát az egésznek a lényege eltűnik azáltal. Úgyhogy nekünk ez egy csoda. Tehát, hogy mondom, annyira vártuk, hogy hát azt beszéltük, hogy felkészítjük őket. Tehát ez egy ilyen terv is volt a színháznak, hogy ebben az elzárt időszakban minden olyan díszletet, minden olyan kelléket, bábot, ami egy picit itt az évek során, a játék során megsérült, azokat renováljuk, restauráljuk, és nagyon örültünk, mert pont ez az előadás, aminek most legutóbb festetettük át az egész díszletét, felújítottuk, felfrissítettük, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ők is nagyon várták azt, hogy kitöressenek, és megmutathassák magukat. Volt egy kicsi kakasom! Kukuriku! Elvitte a róka! Jécén is a tavaszon! Elvitte a róka! Volt egy rudabb jó tojó! Elvitte a róka! Récém, túlbontocsukó! Elvitte a róka! Gácsérom és gúnárom! Gá! 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 Elvitte a róka! Kakasom! Elvitte! Jércém! Elvitte! Tudom! Elvitte! Récém! Elvitte! Gácsérom és gúnárom! Elvitte a róka! Semmim sincsen tilárom! Vigyen el a róka!